A sorozat ötletgazdája és kezdeményezője Ferenc József császár fia, Rudolf trónörökös volt. A könyvsorozat 21 kötetben jelent meg 1886 és 1901 között. Először 396 darab füzetben, majd ezeket fűzték össze kötetekké. A német nyelvi változat Die Österreichische Ungarische Monarchie in Wort und Bild 24 részben jelent meg, 1902-ig. A könyvsorozatnak osztrák és magyar részről is volt szerkesztőbizottsága. Ez egy monumentális munka, mert nem egy könyvről, hanem egy könyvsorozatról van szó. Az egyik kötetét azt kifejezetten azért tettük most ki a vitrínbe, mivel Tolna megye, Szekszárd és a Sárközi szerepel benne egy 1896-os kiadásként. Maga a könyvsorozat az egy monumentális vállalkozása volt a dualizmus korának, hiszen ez egy 21 kötetben megjelent munka volt, és tulajdonképpen egy kicsit a mai úti könyvekre hasonlít, hiszen a nagy közönség számára, mint egy népszerűsítő stílusban próbálta bemutatni ugye a monarchiának a különböző tartományait, országait, kultúráját, földrajzát, népcsoportjait, ezért is viseli a címét, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című sorozat, ami magyarul és németül, vagyis hát ugye Ausztria területén belül is megjelent. Mind a két részről volt szerkesztőbizottság, érdekesség, hogy a magyar részről Jókai Mort kérték fel főszerkesztőnek, osztrák részről pedig József von Weylen lovag nyerte meg ezt a tiszteletbeli feladatot. A kötet érdekessége, hogy Debrecen Szabadkirályi Város közművelődési könyvtárából került a Múzeum könyvtárába 1977-ben. Ez támasztja alá az 1917-ből származó debreceni pecsét a könyv belső oldalán és az előzéklapon található Ex Libris, amely Torockai Oswald magyar festő munkája. Múzeumunk számára ez a 13. kötet bír a legnagyobb jelentőséggel, ennek van egy alcíme is, Magyarország 4. kötete, és a dunántúli vidékek vannak benne, Tolna megye, Somogy, Baranya, az akkori kornak, ugye 1896-ban pont a magyar millennium évében jelent meg ez a kötet, amikor is a magyar honfoglalást ünnepelték. A boldog békeidők romantizáló stílusában egy útikönyvként jelent meg, holott akkor már a monarchián belül eléggé nagy nemzetiségi ellentétek voltak. Ugye ezért is ez a két ellentét, hogy a romantizáló stílus eléggé megjelenik. Tehát, hogy olvassuk a sorokat, látjuk is ez benne. A monumentális munka ebben az egy kötetben is látszódik, hiszen 14 írótól 20 közleményben, 19 művész által, mint egy 195 illusztrációval jelent meg a kötet, és a kornak a legnagyobb illusztrátorai, festői vettek benne részt, hogy olyan neveket mondjak, mint Feszti Árpád, Kimnak László, Gregus János, akik mindhárman Morelli Gusztáv, ugye a hazai fametszésnek a legnagyobb mesterének a tanítványai voltak, tehát nem akárkik illusztrálták a kötetet. Tolna megye leírása a Mecsek környéke című részben található Somogy és Baranya megye mellett. A Tolna megye című rész röviden a megye földrajzi, gazdasági, kulturális érdekességeit, a nagyobb városok, falvak nevezetességeit, jellegzetességeit mutatja be, mint korabeli útikönyv. Több kisebb részbe szedhetjük, a legnagyobb részek, amiket tárgyal, a Dunaföldvártól Bátáig terjedő rész, itt jelenik meg Szekszárd, vagy a Sárköz, vagy ahhoz írják Sárközség. Akkor külön tárgyal például Gyönköd, Bonyhádot, mert ugye német települések voltak, lengyel községről kifejezetten sokat szól, ugye Vosinski morásatásai miatt, vagy az Aponyi család kastélya és az azon belüli könyvtár miatt. Ezeket a részeket Baksai Sándor írta, aki református lelkész volt, de amellett, hogy a Duna melléki református egyházkerület püspöke volt, ő író, költő, a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja is volt. És van egy pici rész, amit ki is emelnék itt, hiszen Szekszárd mellett ugye a Sárközt is megemlíti, mint egy teljes faji összetartozandóságot, hogy nagyon hasonló a kultúrájuk, a nyelvjárásuk, a népviseletük is, és minthogyha egy kicsit ez ilyen külön területként is jelenne, meg nagyon érdekesen írnak róla. A férfiak fehér szűre, a nők kurta szoknyás viselete, faji szépsége, mézes beszéde baranyai rokonságra val, egyéb erkölcseikkel együtt.
Tanult, iskolázott, olvasni szerető, hazai történetben, vallási kérdésekben jártas, énekes, dalos, kényes, táncos, könnyen élő nép, kinek a munkát és vagyont a hegy és a víz, a rétek és a mezők olcsón és bőven szolgáltatják. A nők kitűnő és fáradhatatlan szövőfonók. Tehát ezért is különleges ez a könyv, hiszen helytörténeti értéke is van, hogy a Szekszárdról is találunk benne grafikát, a Sárközről is, Dunaföldváról is, a megye több területéről is, kiszedt külön kis részeket, felnagyítva, hogy az akkori kornak a, mondom, ilyen kicsit romantizáló stílusában, hogy minél szebbnek, jobbnak és érdekesebbnek mutassa be ezt a megyét is, természetesen a valós szépség megmutatása mellett. A magyar nép a piros orcát tartja szépnek, és nagyon messze földön nem találni annyi szép piros embert, és annyi szép piros fehér cselédet, mint a Sárközségben. Fajtól van-e, víztől van-e, bortól van-e, fehér kenyértől van-e? Ki tudná megmondani?